Ezeket a gazdagon felszerelt csoportszobákat vehetik birtokba hamarosan a kicsik fényes litkén. A polgármester elmondta, az isztvezgét beruházása, a munkahelyek teremtése, továbbá a családtámogatások indokolták azt, hogy a munkavállalók mi hamarabb gyermekeiket biztonságos környezetben tudva akarnak visszatérni a munkavilágába. A fényesítkének ez nagy álma volt, hiszen azt lehet mondani, hogy utóbbi 15-20 évben folyamatosan költöznek be fényesítkére a térségből a fiatalok. Ezt meggyorsította természetesen az Istvezgét ZRT-nek a beruházása, ugye 80 hektáron egy, egy Európa híres technológiai színvonalú terminál készült el. Ugyan jelenleg ott 140 embert foglalkoztatnak, illetve van egy idősek otthon nálunk, ahol közel 80 embert. Tehát van vonzás a településnek, de magában nem csak a materiális dolgokban, hiszen minden úthálózatunk, azt lehet, hogy 80%-ban el van készítve, az összes intézményünk le van szigetelve. Energetikai beruházásokat csináltunk, tehát minden szépen rendben vagyunk. Ez nagyon ö, hiányzott, hiszen ö, ugye megjelent ö, a család támogatási program a magyar kormány részéről, é, illetve ugye ö, a falusi nagyon sok ház épült, felújult. Ugye a fiatalok, megvan a baba, ö, szeretnének visszamenni, ugye dolgozni. És ugye megjelentek nálunk, hogy ö, bölcsöde, bölcsöde. Van egy hétfős ugye mini bölcsödénk, és úgy döntött a testet, hogy 2021-ben beadjuk ö, pályázatként pénzügyminisztériumhoz, és Varga Mihály pénzügyminisztériumnak a tárcája ezt támogatta. Nagy János államtitkár beszédében a bölcsöde avatásának szimbolikusságáról beszélt, és arról itt látható igazán, hogy munkájuk gyümölcse beérni látszik. Ez a bölcsöde két ok miatt szimbolikus számunkra. Két ok miatt, ami, mint csebben a tenger, megmutatja a kormányzati szándékainkat. Egyrészt, mert szükség van rá Születnek gyermekek, és hogyha van gyermek, van jövő. Ha van magyar gyermek, van magyar jövő. Magyarország egy családbarátország. Ezért 2010 óta számtalan intézkedéssel segítettük a magyar családokat. Csak az íze kedvéért. Családi adózás, babaváró támogatás, családi otthonteremtési kedvezmény, nagy családosok támogatása, gyedextra, erzsébet táborok, ingyenes étkezés. A feladat nagy a munka sok, de jó érzés itt egy perce megállni és átérezni nem reménytelen. Sesták Miklós országgyűlési képviselő beszédében kihangsúlyozta, hogy ezt így kell csinálni. Olyan fejlesztéseket kell egy településen eszközölni, amelyekre igazán szükség van. A szalag átvágását követően a történelmi egyházak képviselői felszentelték az épületet, és azt követően megkezdődött a közel 340 millió forintból elkészült beruházás eredményének megtekintése.